A mávstart vonatai december 24-én szombatra, december 25-én az ünnepnapra, december 26-án pedig a vasárnapra érvényes menetrend szerint közlekednek majd. Szilveszterkor és jövő év elején sem változik a naptári naphoz képest a vasúti közlekedési rend, azaz 30-án a pénteki, 31-én a szombati. Új év napján pedig a vasárnapi, január másodikától pedig a már megszokott munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok. A MÁV arra figyelmeztet, az ünnepek alatti megnövekedett forgalomra tekintettel érdemes elővételben megváltani a menetjegyeket. A volámbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik. A helyközi járatok az elmúlt évekhez hasonlóan december 24-én szenteste a szabadnapi menetrendnek megfelelően indulnak. December 25-én és 26-án Karácsonykor munkaszüneti nap, illetve a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap beosztása szerint indulnak a buszok. Karácsonytól új évig számos járat pedig nem közlekedik. December 27-e és 30-e között a tanítási szünet munkanapjaira érvényes menetrend szerint közlekednek a buszok, ezt ismertette a Volámbusz. Bővebb információkért egyébként érdemes felkeresni a közlekedési társaságok honlapjait, a helyi autóbusz menetrendről pedig a www.székesfehérvár.hu per buszmenetrend oldalon találnak információt.